Nekem Amerika kapitány. Nekem Vasember. Nekem a Punani. Nekem a kezdet film. Nekem a Starkház. Nekem a Lannister. Nekem a szinkron. Nekem az eredeti nekem hang. A film. Nekem a sorozat. Nekem a kontraszt. Nekem is a kontraszt. Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Kontraszt 3 hetente jelentkező minisorozatunk. Köszöntöm a stúdióban műsorvezető társaimat, Ákost. Sziasztok. Ádámot. Sziasztok. És itt vagyok, jó magam, Alex. Tehát kulturális terekről beszélgetünk, és a két pólus összevetésével fogjuk megvizsgálni, hogy mit is jelent ez. És ma egy különleges érdekes témát hoztunk, az érdekességek világát. Ugyanis az ismeretterjesztésről, főként kifejezetten erről a posztmodern internetes ismeretterjesztésről fogunk beszélgetni, a tudtad-e, illetve gondoltad volna vonalon mozgó posztokról. Az egyik oldalon nyilvánvalóan a nagy bástyája ennek a tudtad-e oldal, és a másik oldalon pedig egy kicsit kevésbé ismert, akit mi hát igazából követjük is a példáját. Az Instagramon van egy súgógép nevű posztunk, ahol posztsorozatunk, ahol filmes érdekességet osztunk meg, és kvázi a Pszichorigó mintájára vettük át így a szövegezést, meg hogy hogyan használjuk ezt a kép és szöveg viszonyát, úgyhogy a Pszichorigó van a másik oldalon. És akkor először beszélgessünk bevezetőként erről az egész világról, az ismeretterjesztésről, az érdekességekről, úgyhogy azzal a kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy szerintetek van-e értelme is érdekességeket böngészni az interneten, vagy egyáltalán ennek a szórakoztató ismeretterjesztésnek? Igen, én azt hiszem, hogy az ismeretterjesztésnek mindenképpen van értelme. Én úgy tudnám megfogalmazni, hogy az értelme az ismeretterjesztésnek, hogyha felkelti egy téma ezáltal az érdeklődésedet, akkor el tudj benne merülni. Viszont az, hogy valaki mondjuk érdekességeket tanul meg, ez egyébként nem egy mostani dolog, tehát én azt hittem, hogy ez így a social médiával jött be, de rájöttem, hogy régen voltak ilyen könyvek. Tehát mondjuk 500 érdekesség a film és mozgóképes kultúra világából, és akkor egy ilyen viszonylag ilyen ponyva minőségű könyv, és akkor ezt meg lehetett venni, és akkor vagy mondjuk 350 filmes idézet, és akkor te így meg tudtad tanulni a filmes idézetet, vagy egy ilyen regénybeli idézetet, szóval ez egy nagyon-nagyon régre visszanyúló dolog. És én azt gondolom, hogy ez inkább azért probléma, mert hogy itt, hogyha az ember mondjuk érdekességeket tanul, azt így valószínűleg azért teszi, hogy mondjuk egy beszélgetésben sokkal nagyobb intellektust kölcsönözzön magának, mint amilyet ő valójában birtokol. Hát én alapvetően két csoportra osztanám le az érdekességeknek ezt a szerkezetét, mert van egyrészt az az érdekesség, aminek igazából semmilyen hasznos és tartalmas mondani valója nincsen. Például vegyünk egy példát, az óceánok nem tudom hány pohár vízzel lehetne feltölteni. Igazából ennek a használati tudása nulla, tehát ennek az értéke körülbelül nulla ennek az információnak, viszont hát nagyon érdekesen hangzik. Másrészt van egy olyan információ, vegyük ezt a másik példának, hogy mondjuk hány kanál cukrot fogyasztasz el egy nap, tehát hogy mennyi cukrot viszel be a szervezetedbe. Ami mondjuk bizonyos értelemben az egészségügyi funkcióidhoz, életvitelethez egy árulkodó példa, és az mondjuk egy nagyon jó érdekesség ebből a szempontból, hiszen rámutat egy másik témának a jelentőségére. Azt tovább tudod vinni egy olyan gondolati mezőbe, ahol ez tud hasznosulni. Még mondom, a másik, annak nulla az információs értéke ebből a szempontból, mert az hasznosíthatatlan tudás, úgyhogy szerintem ezek így megoszlanak ezekben a posztokban, és vannak olyan posztok, amik a világ megértéséhez hozzájárulnak, meg vannak ezek, amik csak ilyen puszta, ilyen tríviák, meg ilyen különböző érdekességek, amiknek nulla használati értékük van. Ez mondjuk jó vonal, és amúgy szerintem itt azt is ki lehet emelni, hogy ez a két dimenzióban melyiknél a veszélyesebb, hogyha dezinformál egy ilyen oldal, és szerintem akkor inkább veszélyesebb, hogyha egy hasznos infót közöl rosszul. És egyébként erre számtalan példa van, most is fogok majd hozni párat a tudtad és blogban, és viszont amikor egy triviáról mondjuk félre mondod, hogy mondjuk 6800 pohár helyett 6760, most akkor annak semmi, tehát hogy nem lesz kvázi semmi jelentősége a világ szempontjából sem. Ami még fontos szerintem itt, és akkor még az Ákosére is, hogy reflektáljak, hogy tényleg ez a megtanulni érdekes. Ez egy ilyen nagyon fordított, vagy inverz logikája annak, hogy hogyan szerez tudást az ember, mert hogy ugye az a tapasztalat, hogyha mondjuk az ember elmélyül egy témában, és megérti a működését, meg a struktúráját, meg ismeri azt a világot, akkor nyilvánvalóan megismer random fakteket, amiket csak ő tud. Tehát, hogy mit tudom én, egy
30 éve vizet szerelő ember biztos tud valami tök érdekeset mondani, hogy hát amúgy, ha a csövet nem tudom, így teszed, akkor úgy. De hogy most de teljesen rossz példa, amúgy nem gondoltam át. De a lényeg az, hogy biztos, tehát, hogy vannak ilyen mindennapos kis érdekességek, amik egyszerűen úgy jutsz hozzá, hogy nagyon sokáig csinálsz valamit, és hogy pont ez az inverz logika, hogy most ha elkezdek érdekességeket meg, tehát mondjuk a pszichológia az kifejezetten egy olyan terület, amit én ugye pszichológiát tanulok, illetve itt Ákos is, tehát hogy ilyen szempontból hozzá tudunk majd szólni ehhez, de ugye a pszichológia ez pont egy olyan terület, ahol a legtöbb ember érdekességeket kap, és abból próbál megépíteni egy ilyen tudásbázis, de hogy igazából ezek a pszichológiai érdekességek gyakran amúgy dezinformálnak, illetve nem tehát ebből nem tudsz következtetéseket levonni. Igen, plusz szerintem az a baj ezzel, és most én itt gyónni fogok, mert így fiatalabb koromban, amikor még kellett a pénz, azért így nagyon sok olyan dologról beszéltem, amiről egyébként valójában így fogalmam sem volt, tehát mondjuk nem tudom, hogy csinálta valaki olyat, hogy úgy beszélt egy könyvről vagy filmről, hogy azt mondta, hogy olvasta vagy látta, de valójában ez nem történt meg. Én lehet, hogy egyszer-kétszer csináltam ilyet, de felhagytam már azóta ezzel, és hogy ami például szerintem ezt így jól leírja, hogy ez miért rossz, az a Kutyaszorítóban van egy ilyen monológ, a WC sztori. Hogyha így elmondasz egy sztorit, vagy elmondasz egy viccet, ami ugye a WC-ben játszódik, akkor mindent tudnod kell a WC-ről, az, hogy milyen törölköző volt, hogy milyen színű volt a szappan, hogy a víznek nem tudom milyen hőmérséklete volt, és ez azért tényleg fontos, mert hogyha így valaki olyan dologgal villog, vagy olyan témát dob be, mint érdekesség, aminek a hátteréről egyébként fogalma sincs, az inkább kínos, vagy nagyobb eséllyel tud kínos helyzetbe fordulni, mert könnyen leleplezhetik az embert, hogy igazából egyébként így nincs mögötte valós tudás. Ezért nem dobáltam sose éneket, mert én mindig úgy éreztem, hogy jön egy kereszt kérdés, amivel így hirtelen így a mesztelen a király, és így úristen, én a helyzetben így megsemmisülök, hogy én lebuktam, hogy én olyan a vagizok, amit nem láttam, vagy nem ismerek. Amúgy meg visszacsatolva az érdekességekhez, azt akartam még mondani, hogy ez egész olyan, mint a legyenen is milliómos, és ezt a Puzsér mondta szerintem, hogy vannak ezek az ilyen lexikális tudások, hogy így oké, hogy tudod, de hogy igazából ez nem járul hozzá ahhoz, hogy a világot vagy valamiféle gondolkodást el tudsz sajátítani, hanem igazából ilyen lexikális tudásokat sajátítasz el, és tudsz ilyen kérdésekre ilyen zsigerből válaszolni, és ezért azt gondolod, hogy így okos vagy, és ezért van az, hogy a Vágó István az ilyen nagy tudor, vagy nagy okosságosnak a tudója, mert hogy ő benne volt egy ilyen vetélkedő műsorban, ahol ő mondta meg a végén a helyes választ. Szóval még annyit szeretnék erről, hogy amúgy ennek vannak jó oldalai még az interneten is, tehát hogyha mondjuk így le tudnánk vezetni, hogy honnan jön ez az érdekesség, akkor mondjuk tényleg ott vannak ezek a lexikonok, hanem a érdekességes ponyvakönyvek, de mondjuk vannak lexikonok, ahol mondjuk tényleg mondjuk tárolható tudás, de azt se kell megtanulni, és amúgy az internet pont ezt hozta el, hogy nem kell már megtanulnod a tárgyi információkat, hanem kvázi rákereshetsz. De például nekem van egy nagyon szeretett videócsatornám, a Vsauce, nem tudom, ismeritek-e. Fú, na viszont olyan videókat csinál, ahol szintén kb. Ilyen érdekességekből indul el, és egy ilyen igazából ilyen 15 perces videó, ahol ilyen mindenféle tudományos információt belerak, de hogy így annak így tényleg van egy logikai íve. Tehát például mondok egy ilyet, van egy videó, aminek az a címe, hogy nem tudom, hogy Finding Out Infinity, vagy valami ilyesmi. És akkor abban az van, hogy elindul onnan, hogy van egy paradoxon, hogy a végtelen ember, a nem tudom, Hilbert Hotel ismeri egy ilyen matematikai paradoxon, hogy a végtelen ember a végtelen... De úgy várgod ezt a csatornát, ebben nem volt az, amikor mennyit tud lépni a madár, és hogy akkor egy ilyen kockamezőben... Valami, de talán... De én ezt vágom szerintem ezt a csatornát, ez tök jó. Elindul, igen, elindul egy ilyenből, és a végére már ott vagy, hogy amúgy tényleg kaptál egy átfogó képet. Az nagyon jó az a csatorna, miért is tényleg. Végtelen, hogy akkor mit jelent a végtelen, és hogy tök jó, mert ott tényleg... Ott amúgy az van megcsinálva, hogy érdekességeket kapsz, de struktúrába szervezve, és ott tényleg kvázi, hogyha végignézel úgy egy videót, és utána nézel, mert ő is linkel lent rendszeresen hivatkozásokat, ha annak ott utána jársz, akkor tényleg azt mondom, hogy egy kis szeletét valamit megérthettél abból, amiről ő beszél, és ez tök jó. Még azt szeretném hozzátenni, hogy azért az érdekességek posztolásának, tehát hogy ez nem egy elátkozott dolog, tehát hogy abszolút szerintem működik, és vannak témák, ahol szerintem tök könnyű, meg tök jó érdekességeket lehozni, akár mondjuk filmek vagy könyvek kapcsán, de itt is azért érdemes kihangsúlyozni, hogy mondjuk tök jó, hogyha mondjuk tudsz 5 érdekes tényt az Ördögűzőről, de az igazából akkor jó, hogyha úgy olvasod el ezeket, hogyha már láttad az Ördögűzőt. Tehát hogy így mondjuk így nem láttad az Ördögűzőt, de így nem tudom, tudod, hogy borsó pépet raktak a kislány szájába, amikor így kifröccsent az a zöld
kiszúsz belőle. Ez az akkor is egy jó érdekesség, de hogyha így magát a filmet nem láttad, akkor az megint csak egy ilyen csonkított tudás. De jó, de hogyha mondjuk valakinek meghozza a kedvét ahhoz, hogy a filmet megnézze, akkor szóval Igen. Az a helyzet, hogy van ennek egy jó oldala, tényleg az érdekesség, hogy mondjuk utána nézel. És ezért jó amúgy szerintem, hogyha linket biztosít az ember arra, amit mond, ha mondjuk mondasz egy érdekességet, akkor tedd oda, és hogy például nem tudom, lesz majd szó megint csak a tudtad-e oldal, ami rendszeresen nem hagy hivatkozást, vagy ha hagy is hivatkozást, akkor valami teljesen borzalmasan rossz helyre visz, vagy hát félig, tehát egy dezinformált közegbe torkollik ez a hivatkozás. Tehát ha gondolod, akkor be is vezethetjük ezt az első munkot. Beszéljünk akkor szerintem arról az oldalról, ahol inkább a negatív oldalát tudjuk kihangsúlyozni ennek a jelenségnek, és akkor tényleg ez maga a Tudtad-e című oldal, aki hát mint piacon első, vagy én nem tudom, hogy első volt, de lefoglalta ezt a legegyértelműbben érdekességre utaló Tudod-e, volt még egy ilyen könyvcsalád is egyébként, most hogy így beugrik a Tudod-e könyvek, vagy a Mimi Csoda, meg ezek. A Mimi Csoda. De volt a Tudod-e is. De nem volt rossz amúgy a Mimi Csoda. Nem. Én nem tudom. De egyébként a Facebook, tehát hogyha valaki szeretne rákeresni, akkor Tudtad-e néven fut. Igen, de szerintem lelinkeljük. Ja, igen, és ilyen 400 ezer like-nál jár az oldal. Az a bajom, hogy most már annyian oldal van, hogy igazából nehéz megtalálni az eredet, és mindegyiknek ugyanígy ilyen kérdőjel, hasonló háttér. Igen. És így igazából tök el tudsz veszni nyilvánvalóan. Én azt hiszem, hogy mondok egy példát, hogy így be tudjuk vezetni azt, hogy mondjuk így mire gondolunk. Ja. Tudtad-e? Egy kutatás szerint a férfiak egyharmada azt gondolja, hogy a csókolózás nem számít megcsalásnak. Forrás, Cosmopolitan. Én azt mondom, hogy ebben egy nagyon-nagyon sok minden benne van, hogy egy kutatás szerint. Milyen kutatás? Ki csinálta? Hogy csinálták? Miért csinálták? A férfiak egyharmada, de hogy milyen férfiak, milyen kultúrában. Férfiak egyharmada, de hogyha most úgy írnád le, hogy a férfiak kétharmada, mert az a másik, akkor teljesen más nézőpontot helyez az egésznek. Ami nem tetszik nekem, és ezt mondtam Ákosnak is, ezek az ilyen ex-katedra kijelentések, hogy ez így van. Igen. Hogy és akkor a Tudtad-e oldal fogja megmondani neked, hogy a világ hogy működik. Nem arról van szó, hogy egyesek véleménye szerint, mert erről van 6 kutatás és 6 különböző vélemény és különböző módszertanok, és akik ezt a módszertant vallják, azoknak ez az eredmény jött ki, és az lehet, hogy pontosabb, meg a 6 kutatásból 4 inkább ebbe az irányba mutat, hanem nem. A férfiak egyharmada pont. Ez. Igen. Így működik. Ezt pont én is kiírtam, írtam ilyen tipikus hibákat, és az egyik tipikus hiba nekem is az volt, hogy mondjuk van egy minta, ahonnan levonunk egy szignifikáns következtetést a populációra, ez azt jelenti, hogyha szignifikáns egy adat statisztikailag, akkor azt valószínűleg ilyen 5%-os hiba eséllyel jól tudjuk általánosítani a populációra. És mondjuk ekkor is kimondhatnánk azt, hogy így nagy valószínűséggel általánosságban, vagy tehát ilyesmit tudunk például azt mondjuk kimondani, itt egy, én is akkor hozok egy példát, a testvérek közül később született gyerekeknek alacsonyabb az IQ-ja, mint az idősebb testvérnek. Forrás, McIntosh, tehát egy rendes tanulmány le van hivatkozva, na de hogy nem ez a következtetés, hanem az, hogy mondjuk átlagban a később született testvérnek alacsonyabb az intelligencia szintje a populációban, de hogy érted? Tehát, hogy ezt is árnyalni lehet, és egyáltalán nem is érdemes így kiközölni valamit, és hogy a tudomány is nem így közöl. És tehát, az a baj, hogy ezek igazából nem is, tehát, hogy ez ilyen tudományos állításnak álcázott mém. Mert hogy ezt igazából hogy azért van kirakva, hogy a testvérek alatta jelölgethessék egymást, hogy haha, XD, tök mi vagyunk, de hogy akkor ehhez nem kellett volna behozni a tudományt. Tehát lehetett volna macskás mémeket is gyártani, hogy amikor másnaposan felkelsz reggel, és az alatt is ugyanúgy jelölgethettük volna egymást. De tök jó, hogy van a... Mindig is szereted cukkolni a testvéred az, hogy milyen ostoba, igen, milyen hülye igen, vagy. Alapvetően van egy ilyen testvéri rivalizálás, és ha már van mögötte valamilyen fél igaz tudományos állítás, akkor végre, én mindig mondtam neked. Igen. És akkor végre igen. Akkor oda tudod teggelni, hogy akkor tessék. Meg ez is szép, hogy nincs egy, tehát arról sincs adat, hogy mondjuk kettővel alacsonyabb, vagy egy egész izével eloszlásnyival, tehát 15-tel, vagy nem tudom, de hogy így
nem tudunk meg semmit, és hogy melyik IQ, mert hogy az IQ-nak is amúgy rengeteg mérése van. Tehát vannak a Raven-féle progresszív mátrixok, van verbális IQ szint, van vizuális téri lokalizációs IQ, tehát annyi féle van, hogy na mindegy, nem derül ki semmi. És a másik amúgy, amire a kommentek mellett akarok, vagy a kommentekkel kapcsolatban akarok mondani valamit, hogy már vannak olyan oldalak, ahol tudtad-e top komment oldal, és csak az a funkciója, hogy a tudtad-e képet újra megosztja, rágva a top kommentben. Az már egy mém oldal. Tehát az mém, nem hát tudom. Az már inkább mém. Ja, igen. Tehát az igen, már nem igen. Igazán az ismeretterjesztés, hát meg az érdekességeknek a megosztása a célja, hanem az, hogy milyen vicces dolgot tudsz ráírni erre a hülye kérdésre, és amúgy ezért jó van a nem gondoltad volna oldal, ami egy ilyen kis ilyen szar emoji a jön, és hogy igazából ott ilyen tényleg abszolút hülyeségek vannak megosztva, és hogy az rámutat ennek az egész világnak az ilyen abszurd hülyeségére, hogy igazából ezeknek semmi értelme nincsen. Igen, én egyébként ennek kapcsán gondolkodtam azon, hogy most a brit tudósok, azok vajon azért lettek nevetségesek, mert valóban nevetséges dolgokat csináltak, ahogyan úgy mondja a közvélemény áll hozzájuk, vagy az ilyen jellegű újságírás és érdekességgyártás miatt. Mert hogy lehet, hogy mondjuk a brit tudósok, most tételezzük fel, hogy van egy ilyen csoport, hogy brit tudósok, teljesen korrekt kutatásokat végeztek mondjuk, és mondjuk nem tudom, a érdekességek.hu vagy a tudtad-e oldalak kiragadtak egy-egy részletet, és ezt így közölték le, mert egy csomó olyan helyzet van, például akár ilyen pszichológián belüli kérdésekben is, amik azért baromi megosztóak a társadalom szemében, mert akik ezzel foglalkoznak, egyébként tök korrekt kutatásokat csinálnak, csak ezt a, tehát így a hétköznapi újságok úgy hozzák le, hogy ezek olyan óriási szenzációk. Hát igen, maga az a kijelentés, hogy brit tudósok már egy hamis állítás, igen, mert igen. Nyilvánvalóan a brit tudós közösség nem tagolható be egy zászló alá, hanem nyilván vannak ott is érdekellentétek, véleménykülönbségek, és nincs olyan, hogy a brit tudósok, hanem a brit tudósoknak mondjuk a jobboldali gondolkodású szárnya, a baloldali gondolkodású szárnya, hát a pszichoanalitikus gondolkodás, a kognitív, vagy minden tudománytörleten meg lehet egyrészt találni ezeket a gondolkodási módozatokat. Szerintem igazából az lehetett itt a kulcs, hogy sokan nem törődve azzal, hogy megkeressék a forrást, és kikutassák, hogy ez milyen tanulmánynak a melyik pontjában szerepel, hanem keresünk egy nemzetet, ami valamennyire a kulturáltságnak a látszatát kelti. Hát a legnagyobb tudósok azért a történelemben mondjuk a brit szigetekhez köthető. Magyarok voltak, bocsánat. Igen, a szigetek. A Siriusról. De hogy nyilvánvalóan általában azért az Európának a nyugati feléhez kötöd a nagy gondolkodókat, és úgy lehet azt mondani, szerintem, hogy Angliához elsősorban talán. Lehet. Hát meg van az ilyen nagy nevű egyetemek talán, meg igen, oda az igen, még igen. Egy tök nagy vonzás körzete van igen, az ottani egyetemeknek. És hogy azt mondod, hogy hát hogyha a brit tudósok mondják, akkor az már biztos, hogy igaz. Hát hiszen az egy kultúrát nemzet. Ja, hát igen, szerintem igen. Amúgy ebből fakadhatott ez a dolog. Tehát nem hiszem azt, hogy így sok, vagy lehet, hogy Angliában amúgy a kutatás az egy ilyen gyakoribb tevékenység, vagy gyakoribb, mint mondjuk más országban. Hát, lehet, hogy a kutatóegyetemek ott nagyon, és nagyon sok a kutatás, van. És lehet, hogy azért hivatkoztak, hogy most nem mondom alá a kutatás, hanem brit tudósok is pont. Igen, csak hogy ez tökre kontraproduktív, amit az Ákos is mond, mert hogy igazából innentől az van, hogy akkor látsz egy ilyet, és tényleg egy legit brit tudós, aki így kitalált valamit, és mondjuk valaki, nem tudom, egy kevésbé jótól újságíró így vezeti be tényleg, és akkor rögtön azt, hogy ha fasságot már el is kattintok. De amúgy ez is egy fontos kérdés, hogy tehát mi jut le a tudományos kommunikációból az embereknek, és hogy ez egy nagyon torz kép, és hogy pont most volt az kettővel ezelőtti, meg az egyel ezelőtti Apuban, a Apu azért iszik, mert a Sírsz rendezvény sorozata, a Puzsérék műsora, és hogy abban most pont arról volt szó, hogy a Puzsér hát kikelt a tudomány ellen, a nagybetűs tudomány ellen, mint hogy a tudomány az nem hagy megjelentetni olyan publikációt, ahol homoszexuális szülők gyerekeit vizsgálnák, meg hogy ilyet nem lehet csinálni, úgyhogy amúgy ő nem igazán tájékozott ebben a témában szerintem, mert hogy nem olvasott egy kutatást, ami valójában erről szól, és hogy könnyű így démonizálni ezt az egészet, mert hogy a médiában ténylegesen az jut el, hogyha mondjuk nem tudom, van egy kutatási eredmény, akkor egy mondjuk egy BuzzFeed azt már direkt úgy hozza le, hogy azt az egészet megstruktúrálja, de azért valljuk be, hogy egy tudományos labban ritkább az, hogy ennyire erősen politikailag átszínezett talán, vagy hát attól függ, hogy melyik tudományos labban gondolkozik az ember. Tehát hogy nem lehet kijelenteni azt, hogy a tudomány az genderista ma, mondjuk. Igen, plusz azért azt is hozzá lehet tenni, az ilyen BuzzFeed-eken érződik az,
hogy milyen reakciót várnak el a közönségtől. Tehát szóval vannak azok a tudományos lehozások, amikre így azt lehet írni, vagy azt kell kommentelni, hogy hát ez mekkora egy fasság. Tehát, hogy van egy ilyen, hogy így brit tudósok, nem tudom, kikutatták azt, hogy a szemüveges emberek magasabban. És hogy így nyilván nem, tehát ez egy ilyen lényegtelen statisztikai együttjárás volt mondjuk, de ezt így lehoztuk, és akkor lehet kommentelni azt, hogy mekkora egy fasság, az adófizetők pénzét ilyenekre költik. Vannak az ilyen mém típusú jelölgetős tudományos megosztások, és ezeket még így hosszan lehetne sorolni, tehát szerintem így az egész tudományosságnak a legitimitását veszik el az ilyen BuzzFeed-es dolgok, és hogy így nyilván lehet, hát nem tudom, kikelni a tudományra, viszont gondolom így az mégiscsak a tudósoknak a felelőssége lenne, hogy így eljutatni a tudást az emberekhez. Igen, nem tudom, melyik vágatlan verzió adásban beszéltünk róla, hogy... A kalandfilmek adásában, szerintem. A kalandfilmek adásban, akkor abban, hogy igazából a tudós közösségnek az a felelősségével valamit kéne kezdeni, hogy az információt ők megfogalmazzák a saját maguk elvont tudományos nyelvén, de hogy ők a saját közösségüknek gyártják ezt az információt, és így nem törekednek arra, hogy közérthető módon a széles nyilvánosság elé is eljussanak. Én aztán már ott is emlegettem, hogy a Wikipédia szócikkeket, legalábbis Magyarországon biztos, hogy ilyen átlagos emberek szerkezgetik ilyen félinformációk alapján, amiből egy csomószor így rossz Wikipédia szócikkek születnek, pedig hogyha mondjuk a tudományos szakemberek vennék át ezt a feladatot, hogy mondjuk rászánnak napi, nem azt mondom, 15 percet, fél órát, hogy a saját szakterületeket így kicsit így igazgassák, nem tudom, módosítgassák a Wikipedia szócikket, akkor azzal hozzájárulnak az emberiség, vagy legalábbis a Magyarországon a kollektív tudás gyarapodásához. És ez szerintem fontos lenne az ismeretterjesztés szempontjából, és ráadásul ezt úgy kéne közölni, hogy valamennyire érthető nyelven. Tehát, hogy ezért jók például az olyan, ezerszer lehivatkoztunk már, hogy mindig a Petersonnak, ami ő közérthetően próbálja elmondani azokat a tudományos állításokat, amik mögött nyilván komoly kutatói munka áll. Igen, és ezért könnyű beleesni a csapdájába ezeknek az érdekeseknek, mert hogy ezek meg úgy kommunikálnak veled, hogy tényleg ez jó, hát bazeg, ezt értem, de hogy így nem, nyilván kiadják az ilyet belőle, hogy milyen szórásokkal, milyen minták, ezért az ilyeneket senkinek nem fontos, nekik jól közölhető faktek, tények kellenek. És például egy másik típus hibát akkor elmondok, ez a pszichológia szerint az a személy, akivel álmodsz, találkozni akar veled. ez nagyon fájdalmas. Itt sok forrás Psychology Today. Azt nem tudtuk meg, hogy melyik cikke, nem találtam meg. Egyébként rákerestem, hogy who dreams wants to meet with you. Nem, semmilyet nem találtam, úgyhogy nem linkeltek, csak egy ilyet írtak, hogy Psychology Today, de hogy mi ez, hogy a pszichológia szerint? Tehát, hogy ez megint ugyanaz, hogy így a brit tudóság, mint a pszichológia, az így ilyen egyetlen egy nagy dolog lenne, ami egy klub, ami így kijelent nagy dolgokat. És ráadásul a valóságban, hogyha így vannak olyan pszichológusok, akiknek, hogyha így ezt az állítást elmondanád neki, hogy én nem tudom, álmodtam valakivel, és biztosan azért, mert hogy találkozni szeretnék vele, vagy ő szeretne velem találkozni, akkor így nem tudom, így rád verni az ajtót, vagy ott hagyna, hogy így ne beszélj már ilyen múltszázadi dolgokról, mert ennek semmi értelme nincs. Így van. De mondjuk ez főleg akkor ez, hogy igazából a gondoltad volna, vagy a tudtad el oldalak igazából nagyban utaznak a pszichológia szakterületén, hiszen mondjuk természettudományokkal kapcsolatban nem tudnak olyanokat állítani, mert hiszen ott reál tudomány le lehet igazolni különböző kísérletekkel. Jó, nem mint hogy a pszichológiában nem lennének kísérletek. igen, de ez érződik is. Vannak fizikai bizonyítékai a dolgoknak, míg mondjuk a pszichológiában azért az sokkal elvontabb ebből a szempontból, és absztraktabb, és ott azért lehet, vagy van tér a különböző vélemények megnyilvánulására. Ez igaz, de ugyanakkor ez vitathatatlan, hogy ott is lehet természettudományos tényeket megfogalmazni pszichológiai szempontból is, például az észlelésben. Például egy ilyen álomtevékenységről egyértelműen ki lehetne mondani, hogyha ezt rendesen vizsgálnák, hogy ilyen nincsen, mert mint nem fogod, a másik ember nem az akaratát nem fogod te beépíteni a saját álmodba, mert mint az lehet, hogy te azt gondolod, hogy ő akar veled, és akkor jó, ezért... Ez de most lesesett, hogy... Így volt? Hát ezt írja. Hogy ő akar pszichológia veled. Szerint az a személy, akivel álmodsz, találkozni akar veled. Én nem tudtam, hogy... Igen, annak lenne értelmetlen mondatot. Az értelmetlen mondatot az én nagyom egyből értelmesen akarta formálni, mert ennek nyilvánvalóan semmi értelme nincsen. Ja, és borzalmas. Amúgy még akarok egy ilyen oldalt, amit le is fogok linkelni mindenkinek, ez a... Hát ez teljesen ezó volt. Ja, igen, de azt mondjuk így, azt hozzátenném, hogy a könyvesboltokban ezt mindig nagyon-nagyon jó látni, hogyha mondjuk valaki pszichológiával foglalkozik, hogy a pszichológia és az ezotéria az vagy
egymás melletti polcokon, vagy ugyanazokon a polcokon van. Igen. Tehát, hogy mondjuk a varázsköves, talizmános könyvek mellől kell kiszedni a pszichológiás könyveket, és ez azért nem véletlen, és ezt nem egyébként érződik a pszichológián is, hogy így az ebben dolgozó ilyen kutatók nagyon frusztráltak attól, hogy ők mondjuk ki tudományos munkát végeznek, és ennek ellenére mégis álomfejtésre akarják őket használni. Szóval hogy ez így nagyon-nagyon szerteágazik ez a téma, csak ezt akartam. Igen, meg az a baj is ezzel, hogy a pszichológia egy nagyon-nagyon fiatal tudományág, és hogy igazából így nincs még, tehát egy nincs annyira az embereknek egy ilyen tudományos pszichológiai intuíciója. Tehát kvázi, hogyha mondok egy átlagos embernek, valaki, aki nem foglalkozik a pszichológiával, vagy a pszichológia nyelvezetén született mondatot, akkor nem fogja ezt ő érteni. Mondjuk, ha elkezdek beszélni arról, hogy te most egy olyan elhárító mechanizmushoz fordultál, ami nem tudom, maladaptív sémákat szül a te viselkedésedben. Tehát, hogy erre nekünk még kvázi nem nincs, mert hogy olyan új a tudomány, és annyira frissek ezek a felfedezések, hogy kvázi ezt még nem tudtuk beépíteni így a nagyon hétköznapi kommunikációban, még ha egy ilyet mondok, hogy nem tudom, A négyzet meg B négyzet az egyenlő C négyzet, akkor ez mindenki érti, hogy a derékszög háromszögről beszélek, és hogy érdekes, hogy hogyan alakul az emberi intuíció annak alapján, hogy milyen innovációk születnek. Bocsánat, még egy oldalt be akarok dobni, ez a spurious correlations oldal, ami ilyen, nem is tudom, hogy lehetne fordítani, ilyen hülyeségek. Az oldal olyanokat gyűjt, amik valódi ilyen 90%-os korrelációk, tehát együttjárások, de így semmi értelmes magyarázat nincsen. Például a... Várj, de ők ezt ki is mondják, hogy... Persze, igen, tehát hogy ez ilyen vicc oldal, és egy hát nem vicc, hanem hogy igen, hogy ez spurious, hogy egy fasság, és itt van például egy ilyen, hogy az emberek száma, akik abba haltak meg, hogy beleestek egy medencébe, korrelál azzal, hogy Nicolas Cage hány filmben szerepelt egy évben. És hogy itt van kimutatható, hogy Nicolas Cage filmje és a Halálok a medencében az így egymás így teljesen együtt jár, kb. Ilyen, nem tudom, kétharmados együttjárás kimutatható, 66%-os, és így ilyen hülyeségek vannak, és hogy tényleg, tehát ebből, és azt mondom, amit az Ákos mondott, hogy fel lehet fedezni ilyen fasságokat a világban, csak ezt akkor nem kell úgy leközelni, mint hogyha ez bármi is. Az érkezésben volt benne egy ilyen. Ja, igen, hogy a top listás slágerek ott megegyeztek a két városban, és biztos azért szállt le ott az űrhajó. Igen, tényleg. Igen, tényleg. Igen. Viszont én még egy néhány percben így gyorsan a gondoltad volnáról beszélnék, ami szerintem egyébként a tudtad ennek egy naposabb vagy egy fényesebb verziója, mert itt vannak hivatkozások, de nem úgy, hogy mondjuk forrás Kozmopolitan, hanem minden képnél, amiket én néztem, ott voltak linkek, amire rá lehetett kattintani, és hogy olyan dolgokat is írtak például, itt van egy ilyen poszt, hogy az egész márciusban tartó Barlangoljunk kampány célja a hazánkban található különös barlangunk megismerése, népszerűsítése, és itt van egy link, rá kattintasz, és akkor látod azt, hogy hol lehet barlangolni Magyarországon, és akkor menjetek barlangolni. Van blogjuk is, nem úgy bőven van blogunkon olvasható, igen, és igen, azért igen. Az így vagy hogy hol található pálmaolaj, milyen ételekben, meg ilyen, tehát így olyan dolgokat, amik így nem akarnak átverni, és valamennyire így, tehát igazából nekik több mint 700,000 lájkjuk van, szóval én azt látom, mintha ők így kb. Jó dolgokra is hívnák fel a figyelmet, tehát hogy ők egy ilyen pozitívabb példa erre a dologra. Szerintem ez abszolút egy skálára helyezhető, tehát hogyha mondjuk akkor ha tudtad-e van a legkevésbé tudományos, akkor mondjuk gondoltad van egy kicsivel, és akkor például ott az Indexnek a ma is tanultam valamit. Ó, az nagyon jó. Amúgy abból meg akartam venni a könyvet is, mert annyira jó cuccok voltak benne. Igen, könyv is, azt hiszem kettő is megjelent, nem? Lehet. Én nem tudom, én egyet tudok biztosan, de ott például olyan, az azért jó az a topik, mert egy csomó ilyen olyan dologra, amit az emberek ilyen igazságként kezelnek, azokról borítja, vagy rántja le a leplet, hogy igazából mi volt a mögöttes tudományos indok, vagy a mögöttes társadalmi indok, vagy mi volt a mögöttes történelmi tény, amik ezeket a dolgokat formálták, és szerintem az egy nagyon informatív és nagyon hasznos dolog. Igen. Igen, meg mondjuk egyébként ezt még hozzá lehet tenni, hogy amióta van Instagram oldalunk, talán ezt mi is tapasztaljuk, hogy mondjuk így tök jó ilyen érdekességeket írni újságírás szempontjából, mert ott megvan az adott karakterszám, meg hogy ott ki lehet bontakozni, viszont mondjuk egy Instagram posztban, vagy egy ilyen kép
képes érdekesség megosztásban így nagyon-nagyon sűríteni kell az információt, és hogy ez van, hogy ilyen nagyon-nagyon fájdalmas tud lenni. Én emlékszem, amikor így ugye, belekezdtünk ebbe a súgógép írásba, és az első poszt volt, ami pont egy ilyen kutatásnak az ismertetése akart lenni, és ezt így hányszor húztuk meg, még így Alexszal gondolkodtunk azon, hogy jó, akkor ezt a mondatot is kihúzzuk, és akkor majd hát ha elolvassák az emberek a linken, de hogy igazából így be kell férni egy karakterszámba, és hogy ez így azért kicsorbítja a dolgokat, de ez még nem mentség arra, hogy valaki fals információkat közöljön a kattintások érdekében. Abszolút. És akkor szerintem át is térhetünk a Jedi oldalra, úgymond, és akkor ha már felvezettem így a skálát, akkor a skála másik végpontja, ma is tanultam, amit után szereplő, azt pedig akkor ez a jelenleg még kis, viszonylag kis oldal, őt hányan követik? 3200 like. 3200 like-os Psi Origo. És igen, tehát a Psi Origo az úgy tűnik, hogy mindent, amit most beszéltünk, hogy mi lehet típus hiba vagy rossz, azt úgy tűnik, hogy ő teljesen jól csinálja. Tehát, hogy például nem az van, hogy a kép, ott a kép, ott és tényleg van egy ilyen látványosabb kép, ami felkelti a figyelmet, alatta egy kis szöveg, de nem az, hogy kimond egy ilyen nagy igazságot, hanem például olyan van, hogy mondjuk 37 országból több mint 9000 kutatási szemét vizsgálva a hosszú távú partner választás preferenciáját vizsgálták, és 4 dimenziót különítettek el, pont, és folytatódik ugyanez a szöveg a leírásban. És hogyha el akarod olvasni, vagy érdekel téged, hogy mi ez a 4 dimenzió, akkor olvasd el, mert hogy ezt nem lehet besűríteni egy kis szöveg részletbe. És hogy ez tök jó, mert hogy arra készített, hogy így interakcióba lépél az információval, hogy utána nézel egy kicsit, és hogy lásd, hogy nem lehet kinyilatkoztatni egyértelmű igazságokat. Igen, illetve vannak ilyen tematikus hetek is, például most volt az ilyen személyiségtípusok hete, és akkor ott volt A-típusú, B-típusú, C-típusú, D-típusú személyiség, és hogy erről is ilyen nagyon korrekt posztok voltak, és most lesz azt hiszem Freudnak az énvédő mechanizmusai, és hogy ezek is olyan dolgok, amik egyébként már így benne vannak a levegőben, szóval így lehet, hogy ezeket így az emberek így tudják, vagy így kezelik, de hogy ezeket így rendbe lehet rakni, és tök jó rámegy erre az oldal, viszont az mondjuk egy jó kérdés, hogy itt ugye 3200 like van, és most mondhatnánk azt, hogy hát igen, a jó dolgokat azokat ugye mindig kevesen szeretik, meg hogyha valami népszerű, akkor az már alapból rossz, de hogy nyilván ennek azért van egy olyan negatív oldala is, hogy ez talán kevesebb embert érdekel. Igen, mert most nyilvánvalóan azt a szövegmennyiséget már sokkal nehezebb áttekinteni, vagy nehezebb elolvasni, mint mondjuk azt a 3 sort a tudtad-e oldalon, és azért ez komolyabb szellemi energiákat igényel, hogy ezt így az ember magáévá tegye, és hogy ez így, hogy mondjam, ez távolabban a médiától, a bulvártól és a mémektől, meg a szórakozástól, mint mondjuk a tudtad-e oldal, ami nyilvánvalóan elsősorban pont az a funkciója, hogy ő szórakoztasson téged. Tehát igazából nem is lehet igazából a szószoros értelmében tudományos ismeret terjesztésnek nevezni, hanem igazából az egy ilyen szórakoztató média. Igazából ez a lényege. És ez meg nyilván ez meg ismeretterjesztés. És ugye ezt megfigyelhetjük az ilyen különböző ilyen Nat Geo, meg ilyen csatornákon, és hogy nem akarom most pont a Nat Geo, az nem annyira vészes, de hogy vannak ezek az ilyen ismeretterjesztő műsorok, ahol ugye a gepárd elkapja nem tudom a gazellát, és hogy arra van kiegyezve az egész műsor, hogy micsoda akció folyik ott, és hogy így letépi a fejét, ugye erre a Family Guy-ban is van egy ilyen tök jó poén. És közben meg ott vannak mondjuk az Attenborough-os dokumentumfilmek, amik mondjuk látszólag az a célja, hogy átadja mindazt az ismeretanyagot, amit így a földről lehet tudni. Nem véletlenül, hogy az IMDb sorozatok top listáján a bolygónk a föld az első. Igen, nekem ez egy ilyen óriási reményt adott ezzel kapcsolatban, mert hogy én azt gondoltam, itt nézve a like számokat is, meg ilyesmi, hogy az emberek igazából nem akarnak nem tudom, az ismeretüket bővíteni a világról, szóval, hogy ők igazából szórakozni akarnak, és a tudományos tényeket azokat csak így, hát mint eszközként használják, vagy hogy ezzel így elvannak, vagy így villognak vele, de pont az Attenborough sorozat mutatta meg szerintem azt, hogy amúgy az emberek vágynak az ismeretterjesztésre, hogyha az igazán igényesen és szórakoztatóan van megcsinálva. Tény, hogy ez baromi nehéz, mert gondolom, hogyha valaki elsődlegesen a tudományban érdekelt, aznak sok esetben nyűg lehet az, hogy még ilyen nagyon fogyaszthatóvá le kell transformálni azt, ami nő egész életében dolgozott. Valószínűleg ugye a Psi Origónak is amúgy ez a problémája, vagy nehézsége, hogy ő neki nehéz ezt fogyasztható tartalomként eladnia, mert hiszen itt azért komoly tudomány van mögötte, és hogy
ezt azért úgy előadni, hogy így az ember elolvassa, és szórakozzon rajta, és hogy mondjuk olyan legyen, mint mondjuk az Attenborough, az egy nehéz feladat. Igen, de ugye akkor már az interneten is vannak, és akkor most megint Jordan Petersont kell említeni. Hát ő megint az, például, aki... Igen, ugye például megcsinált ezt a Biblical Series, amiről már említést tettünk korábban, hogy bibliai, a Bibliának igazából a történeteit pszichológiailag értelmezi, 14 epizódon keresztül, és mindegyik 3 órás, és az az vicces, hogy az első videó például 2 óra 38 perces, és 3.698.768 megtekintés van rajta. Tehát ez irreálisan sok embert érdekel, 2 és olyan keresztül boncolgatása olyan mély témáknak, mint hogy nem tudom, az Isten fenomenológiája, hogy észlelhető-e ez egyáltalán, és 60.000 like van rajta, és 8657 komment. Tehát hogy elképesztő, hogy én a Jordan miatt láttam meg azt, hogy tényleg van értelme talán ilyeneket csinálni, mert hogy van erre közönség, és van erre kereset. És ez tök jó. És az a baj, hogy a média az igazából, és ezért is jó, hogy a Peterson, ő egy akadémikus, aki igazából egy nagyon szerencsés ember, mert nagyon jó előadó, nagyon jól vág az esze, be tud kerülni ilyen videókba, ahol így megalász embereket kvázi a vitáiban, és hogy emiatt ő egy ilyen tök ideális ember arra, hogy az akadémiai katedráról lelépve már is ott találja magát a színpadon, és előadja az ő ötleteit. De hogy igazából az a baj, hogy mondjuk a sok tudós ezt az átlagos nem tudná így megtenni, mert hogy nem képes ilyenfajta kommunikációra ennyire jól helytállni a médiában, és ezért van az, hogy ők így megírják a saját kis cikküket, és aztán pedig egy média szakember, vagy egy újságíró ezt véletlenül ráakad, rábukkan, és ő a saját hát rossz stílusában meg értetlenségével áll hozzá, és átadja, megpróbálja átadni. Például Indexen volt nemrég egy ilyen cikk, hogy aki Harry Pottert olvas, az sokkal szeretőbb, jobb ember lesz, mint azok, akik nem, és hát egy teljesen ideálisan rossz módszertanilag is teljesen kritizálható cikkből született. Valószínűleg azt történt, hogy ez az újságíró véletlenül ráakadt erre a cikkre, és lehozta, mint egy érdekességet, de hogy igazából nem értette azt, hogy mi is történik a cikk mögött. Sok azon kezdtem el gondolkodni, viszont nincsen válaszom, hogy mondjuk az ilyen tényleg tudományos szakemberek, professzorok, egyetemi tanárok miért nem mernek közösségi médiában valamilyen platformon megnyilvánulni? Igen, ezen én is gondolkodtam, hogyha még nem is előadni, de hogy mondjuk szerintem már az is sokat hozzátenne a dologhoz, hogyha nem tudom, alakulni egy olyan oldal, ahol tudtad-e posztokat szednek szét, nem tudom, egy ilyen 10 mondatban. Hogy az, hogy például olvastam egy ilyen tudtad és posztot, hogy a férfiak 50%-a szereti, hogyha az általuk kiszemelt lány egy kicsit rossz. Tehát, hogy mondjuk ezt így egy ilyen 15 mondatban így szétszedni, az, hogy miért teljesen ostobaság ez az állítás, és hogy talán már ez is egy ilyen hasznos tevékenység lenne, vagy hogy ezeket a falakat így elkezdeni. Ez az állítás. De ez így van, szóval egy kicsit rossz. De mi az, hogy rossz? Meg mi az, hogy kicsit? Tehát, hogy igen, kicsit, igen. Nekem, az, nem értem a mértékegységét a rosszaságnak. Igen. És igen. Hogy, igen ez, meg ami... mit akar a rossz? Tehát, hogy rosszul viselkedik, mondjuk odaköp, vagy ilyen bunkó, vagy bűnöző, fogalmi sem. De hogy, és ami még nagyon szép ezeknél az oldalaknál, és ezt elfelejtettük talán mondani, hogy itt ezek a százalékok, tehát hogy igazából így a statisztikában azért nem szoktak kijönni ilyenek, hogy 50% meg 33,333%, viszont ennél az oldalaknál valahogy az összes statisztika ilyen szépen kijön, de az emberek 25%-a ezt gondolja, a férfiak 50%, és pont kijött az 50, ez nagyon durva. De a legjobb az 50, imádom az 50%-ot, mert az a vagy igen, vagy nem. Tehát, ja, igen. Ezért a legjobb ezekkel a számokkal dobálozni, hogyha valamit biztosra akarsz állítani, akkor 80%-ot szoktam mondani, hogyha meg valamit nem tudsz eldönteni, akkor 50%, és ezzel meg is van. Tehát, hogy igazából igen, az ilyen érveléseknek ezek szokott lenni. Az ember 80%-a ezt csinálja. Igen, de egyébként ez tényleg fontos, hogy a fogalmak pontos definiálása, és hogy például ezért is jó Jordan Peterson, aki sok olyan mém van, hogy a kommentekben, hogy Petersont-tal megkérdezik, hogy mit kér a Mac menüjébe, és akkor hát először is gondolkozzunk el azon, hogy mi az a Mac menü. Tehát, hogy hogyan definiálnád, hogy Mac menü, és egyáltalán kérem? Ezek az érvelési stratégiájának a rész, hogy mindig a definíció. Persze, de és ez, na igen, és ez egy tök jó, ilyen egy érvelési stratégia is, de tudományos
hozzáállás is a világhoz, hogy megmagyarázod, amit meg akarsz magyarázni. De hogy például itt van, akkor még hozok egy tuttadét így a végére. Az interneten az anonimitás és a következmény nélküliség az emberi természet legrosszabb formáját képes felerősíteni. Na mi az, hogy az emberi természet legrosszabb formája? Tehát, hogy ha természetes, akkor érted, hol itt a rossz benne, vagy hogy mit lehet rossznak nevezni, mi alapján, vagy hát bűnös, vagy nem tudom, hogy rossz, evil, gonosz, vagy nem tudom. És forrás mindset pszichológia, de azt már nem tudjuk meg, hogy melyik. Szép. Na igen, ja, egyébként ez, és hogy én abszolút arra sarkalunk mindenkit, vagy hát arra sarkalnék mindenkit, hogyha van egy szakterület, ami ezért, akkor nem tudom, próbáljon meg valahogy igényes kommunikációt csinálni, mert az tök jó lenne. Így hogyha... van, vagy szerintem, hogyha már alapból, hogyha fogyasztóként is olyan tartalmakat fogyasztunk, ami így látszik az, hogy így igényesen vannak, megcsinálva, vagy egyszerűen így, tehát szerintem az a tudtad-e posztokról az emberek is tudják, hogy ezek nincsenek így. És hogy talán így, hogyha már az ember ezzel így tudatosul, akkor így ne fogyasszon ilyen tartalmat, és akkor ez is talán egy jobb irányba lendíti el ezt a dolgot. Én még Alexhoz csatlakoznék annyival, hogy tényleg, hogyha valaki ért valamihez, az a szakterülete, vagy biztos tudása van egy adott témában, és látja, hogy teljes félreértés van az adott téma kapcsán, akkor merjen megnyilvánulni. Itt szerintem itt mindnyájan voltunk olyanok, hogy így olvastunk cikkeknél olyan bűnöletes hazugságokat, tehát hogy én is olvastam olyan, ami tehát a jogtudomány szempontjából egyáltalán nem volt helytálló, és akkor vettem a fáradtságot, és leírtam azért, hogy mert hogy a kommentmezőben láttam, hogy így ilyen gyűlölet lángolt az emberekben, és hogy így a teljes félreinformáltság miatt így nem értették a dolgot, és akkor mondom, jó, akkor szedem magam, és akkor megírom, lehet, hogy kevés ember fogja elolvasni, de volt egy olyan csávó, és amúgy ez egy nagyon jó érzése tudja elteríteni az embert, hogy volt egy csávó, aki egy ilyen nagyon szapuló kommentet írta, hogy lennek ilyen ostobák, és akkor leírtam ezt a dolgot, és utána fogta, és azt belájkolt, és úgy érzem, ha egy lelket is sikerül megváltani. Ez szép. Ez lehet jó zárómondat is akár, úgyhogy váltsátok meg az emberek lelkeit. Mi köszönjük, hogy meghallgattatok, látogassatok el a Pszichorigóra, és ne olvassatok, tudtad-e érdekességeket, úgyhogy sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!